Vasárnap Francia-Polinéziába látogatott Emmanuel Macron. A francia elnök várhatóan a klímaváltozásról, a francia nukleáris tesztek okozta károkról és a növekvő kínai befolyásszerzésről fog tárgyalni a helyi politikusokkal. Az államfőt a Tahiti repülőtéren egy úgynevezett oréró fogadta, egy tradicionális mesélő, aki védelmezi a maori kultúrát, majd hatalmas virágnyakláncokkal köszöntötték. Az elkövetkezendő négy napban Macron négy különböző népcsoportot és szigetet látogat meg, hogy szorosabbra fűzze a volt gyarmat és Párizs viszonyát. A francia főváros rendezheti meg 2024-ben az olimpiát, és várhatóan 12 időzónával odébb Tahitin fogják tartani a szörf versenyeket. Az elnök az Elizé Palota szerint az elkövetkezendő hónapokban több olyan kisebb szigetet is meglátogat, ahol Franciaország fenn szeretné tartani befolyását és gazdasági kapcsolatait.